Szeretettel üdvözlök mindenkit, és köszönöm szépen a meghívást a kiadó és a magam nevében is. Már egyszer, két évvel ezelőtt jártam itt egy hasonló rendezvényen, és remélhetőleg jövök is még. A kiadó igazgatója Szász Zsolt lelkemre kötötte, hogy az ő nevében is üdvözöljem a megjelenteket, és tolmácsoljam a résztvevőknek jó kívánságait. Egy kicsit messzebbről, távolabbról kezdem, de ígérem, hogy gyorsan el fogok jutni Hankis Eleméhez, és az egész nem lesz túl hosszú. Tehát az a messzi távol, az a bölcsészkari büfé valamikor a 80-as évek elején. És akkoriban mi abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy egy olyan közegben éltünk, ahol a világ legtermészetesebb dolga volt, hogy a büfében olyan dolgokról beszélgetünk, hogy te olvastad tegnap előtt megjelent Mozgó Világban ezt és ezt a cikket, vagy láttad-e már Hankis Eleméhnek a frissen megjelent akkoriban, 82-ben Diagnózisok című könyvét. Mi az, hogy láttam, meg is vettem, hiszen 21 forintért, gyorsulóidőről beszélek, gyorsulóidő sorozat, 21 forintért még egy csóró egyetemistának is lehetősége volt arra, hogy villámgyorsan beszerezze, és két-három nap múlva már a társaival erről beszélgethessen. Na most innen csatolok ugye a mi kiadványainkra, és most csak az életműsorozatnak a legutolsó kötetét hoztam el, hát nyilván sokan ismerik, csak azért, aki nem, annak mutatom, hogy szerintünk egy méltó, külalakú produktum ez. És a szomorú a dologban természetesen az, hogy hát az ára az messze. Messze nem 21 forint, viszont az életműsorozat ebben az új köntösben annyival jobb, mint a korábbi, annak idején megjelent egyes kötetek, hogy újabb és újabb kontrollszerkesztésen mentek keresztül ezek a könyvek, részben még, amikor elkezdtük, akkor még Hankis Eleméhrel egyeztetve, azóta pedig igyekezve minden esetleges apró bakit javítani benne. Tehát ezek a könyvek most reményeink szerint közel állnak a tökéleteshez, bár tudjuk, tökéletes könyv nincs. A másik, ami ehhez hozzátartozik, hogy az életműsorozat, amely most gyakorlatilag negyedik éve működik, 2015-ben kezdtük el, és az ütemezése az úgy volt alapvetően, hogy évi két kötetet adunk ki. Ezt nagyjából tartottuk is, mert idén fog megjelenni a hetedik kötet. És terveink szerint ez folytatódik a következő években is ugyanilyen ritmusban. És az életműsorozat mellett a jövő évben egy különleges projektbe is belevágunk. Pontosabban idén vágunk bele, de a jövő évben lesz ennek produktuma. Készülni fog egy Hankis Eleméhre emlékkönyv, amelyben Hankis Eleméh kollégái, barátai, családtagjai, tudóstársai, ismerősei, sokan fognak különböző tanulmányokat, illetve emlékezéseket írni, és terveink szerint ez a kötet Hankis Eleméh születésének 90. évfordulójára fog megjelenni, tehát jövő májusban. Ennek a készülő kötetnek magyar és külföldi szerzői is lesznek, és reményeink szerint ezzel sikerül egy újabb szintet lépni, most ilyen kiadói marketingről beszélek, talán sikerül egy újabb szintet lépni Hankis Eleméh piacosításában, és most ugye nyilván nem értik félre, amit mondok, nem az a lényeg, hogy mi sokat keressünk, mármint mi Helikon kiadó sokat keressünk Helikonként Hankis Eleméh könyveivel, hanem a piacosítást olyan értelemben, hogy minél több emberhez eljuttatni. Mert egyfelől igaz, hogy a könyvpiac az fokozatosan és lassan bővül, az éves forgalom az folyamatosan nő, de még mindig nem érte el a válság előtti szintet, ami azt jelzi, hogy bizonyos értelemben még mindig nem tartunk ott, mint 2007-ben. Tehát amikor példányszámokról beszélünk, és mondjuk összehasonlítjuk a 80-as, 90-es években, vagy inkább, hangsúlyosan inkább a 80-as években megjelent Hankis művek példányszámát a maiakkal, hát akkor elég elszomorító a helyzet. Ugyanakkor a mai viszonyok között a Hankis sorozat
sikeresnek tekinthető. Nem az a nagy üzlet, mint hogyha Holdfény Honoluluban című szerelmes regényeket adnánk ki, de a kiadó számára ez mindenképpen egy olyan értékválasztás, amely tükrözi azt a szándékunkat, hogy Hank is Elemér gondolatait, műveit folyamatosan piacon tartsuk, és folyamatosan elérhetővé tegyük az újabb és újabb generációk számára. Ennek a folyamatos elérhetőségnek jegyében, és azért mondom, hogy bizonyos megszorításokkal, de mégiscsak sikernek nevezhető a sorozat, hiszen néhány kötetét már utánnyomtuk, és ezt mindannyiszor meg fogjuk tenni, amikor egy-egy könyv mondjuk kifogy a könyvesboltokból. Amúgy Hank és Elemér minden tekintetben egy kincses bánya a könyvkiadók számára, hiszen olyan sokrétű az ő munkássága, itt a korábbiakban már többen utaltak rá, hogy mi mindennel foglalkozott és milyen tudományterületeken vannak jelentős művei. Tehát gyakorlatilag bármit kiadhatunk, biztos, hogy lesz rá egy bizonyos olvasó réteg, amelyik kíváncsi ezekre a művekre és gondolatokra. Tehát nekünk elsőrendű feladatunk, hogy ezt a lehetőséget biztosítsuk az olvasóknak. A hankis művekkel kapcsolatban egy gondolat még eszembe jutott a jelenlegi fogadtatásával kapcsolatban, hogy mostanában az ÉS-ben vagy bizonyos internetes blogokon hétről hétre olvashatunk különböző idézeteket, Ady Endrétől, Babicstól, Gróf Bethlen Istvántól, és ezek kapcsán rendre megállapíthatjuk, hogy hát Magyarország ma ugyanazokkal a problémákkal küzd, mint 100 vagy 70 évvel ezelőtt. És hogy milyen döbbenetes, hogy tisztánlátó emberek milyen frappáns módon fogalmazták meg akkoriban, így többek között a felsoroltak, azokat a jelenségeket, amikkel ugye szembesülünk. Na most én, mint a sorozat szerkesztője, rendszeresen szembesülök azzal, hogy Atya Világ, Hank és Elemér, mintha tegnap előtt írta volna le ezeket a sorokat, és egy kicsit furcsának is találtam, hogy eleddig még nem találkoztam ezzel a fajta, mondjuk az ÉS páratlan oldalon egy-egy ilyen hankis idézettel, amit most éppen innen a diagnózisok hátlapjáról szeretnék felolvasni önöknek. A diagnózisok első kiadása, hogy 82-ben jelent meg, de most vonatkoztassunk el ettől, és hallgassuk meg, hogy mit ír Hankis Elemér. Az anyagi és nem anyagi javak társadalmi elosztását nálunk törvények és szigorú rendeletek szabályozzák, de azok, akik az elosztó hálózatban kulcspozícióhoz jutnak, nem egyszer kisajátítják-e funkciót, mint egy sajátjuknak tekintik az elosztandó javakat, kegyúrként vagy jóságos atyaként, keresztapaként osztják el azok között, akik ezért cserébe jobbágyi alázatot kínálnak cserébe. Szintén egy idézet egy másik könyv hátlapjáról, ami szemlélteti, nem tudom, lehet, hogy mások is megtalálták ezt, és esetleg már idézték is, ami szintén szemlélteti Hank és Elemér gondolkodásának irányultságát. Azt mondta egy interjúban, hogy egyetlen ágyúval szét lehet lőni egy ország egész gondolkodó társadalmát, de másfelől egy jó gondolat időnként felér egy hadsereggel. Nos, azt gondolom, hogy ez a fajta hozzáállás volt jellemző Hank és Elemér egész életére, tehát az örökös jobbítani akarás, az örökös próbálkozás, nem véletlenül mondta, javasolta nekünk, hogy találjuk ki Magyarországot, találjuk ki Közép-Európát, és természetesen ő úgy gondolta, hogy találjuk ki az ország jövőjét, és teremtsük is meg. És mindezt ugye Európában képzelte el. Hát ehhez képen már csak a sorozat kapcsán, hogy lesz a közeljövőben majd a Helikon kiadónak is olyan kötete, amelyben Hank és Elemér és más szerzők írásai szerepelnek. Ennek az egyeztetése még folyamatban van, hiszen Hank és Eleméren annak idején le tudtunk szerződni, és akkor van egy sorozattervünk. Most az olyan munkáival kapcsolatban, amelyeket másokkal közösen írt, nyilván élő és nem élő szerzőkről is szó van, ott még
picit bonyodalmas a kérdés, hogy hogy lesz, de terveink szerint ezek a művek is szerepelni fognak majd a sorozatban. Én körülbelül ennyit kívántam elmondani, köszönöm a figyelmüket.